Köszöntöm Önöket, ez a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Most már mondhatjuk azt, hogy hagyományosan, minden hónapban egyszer biztosan itt vendégül láthatjuk Székesfehérvár polgármesterét, Cserpalkovics Andrást. Köszönöm, hogy elfogadta most is a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget, és természetesen tiszteltel köszöntöm a televízió kedves nézőit, és hát megállapítom, hogy egy hónap az nagyon gyorsan el tud szaladni. Igen, ilyenkor mindig van lehetőség egy kicsit a városlakóknak is kérdéseket föltenni önnek, illetve hát az aktuális témákat is át tudjuk beszélni. Hogyha a mai adatokat nézzük, április 8-án 5000 alatt az új fertőzöttek száma a koronavírus vonatkozásában, 272-en sajnos elhunytak, 1337-en vannak lélegeztetőgépen, és az első oltását már 2,6 milliónál is többen megkapták ma Magyarországon. Ugye egy fokozatos, lépcsőzetes nyitásnak vagyunk a tanúi. Itt Fehérváron mi az, ami már érzékelhető ebből? Mik a visszajelzések, a tapasztalatok akár? A házi orvosoktól is vannak visszajelzéseink, a kórházból is vannak visszajelzéseink, és a beoltottaktól is, és mindenki azt látja, azt érzékeli, hogy tényleg nagyon sokat gyorsult az oltás intenzitása az elmúlt hetekben. És ez azért is fontos, mert mellette viszont azt is érzékelnünk kellett sajnos, hogy bizony ebben a harmadik hullámban ez a vírus sokkal agresszívabb, sokkal veszélyesebb, nagyon széles generációkat érint, nem csak az időseket érinti, hanem bizony nagyon nagyon fiatalok is meg tudnak betegedni, sőt, sajnos ugye tragédiák is történtek 20 évesekkel a városban. Tehát versenyfutás zajlik az idővel, érzékeljük, hogy egyre többen regisztrálnak. Én mindenkit itt is arra kérek, arra biztatok, hogy aki ezt még nem tette meg, az tegye meg. Aki pedig megtette és vár még az oltásra, pici türelmet kérve, higgyék el, hogy tényleg gyorsul az oltási program végrehajtása. Egyre több vakcina érkezik a házi orvosokhoz, illetve a kórházi oltópontokra, tehát gyorsulni látjuk az első oltásra való behívást, és nagyon szépen alakul a második oltásra behívottak száma is. Ugye segítjük a házi orvosokat, és segítjük a kórházat is, adminisztráció is, illetve időpont egyeztetésbe veszünk részt. Most már 20 házi orvos kért ebben segítséget, hetek óta a kollégáink dolgoznak náluk, és a kórházi oltóponton is különösen a hétvégi időszakban dolgoznak önkormányzati, illetve önkormányzati intézményeknél dolgozók. Én magam is, most jöttem a stúdióba előtte 2-3 órát kollégáimmal együtt, egy házi orvosnak besegítettem ebbe a telefonos időpont egyeztetésbe, ott már azoknak az adott házi orvoshoz tartozó időseknek tudtunk telefonálni és időpontot adni, akik jövőjét hétfő, szerdán már a második, az ő esetükben éppen Sputnik oltást fogják megkapni a kórházi oltóponton. Úgy hívtuk föl őket, a konkrét időpontot egyeztettünk velük, utána ezt bevittük a nyilvántartásba, visszaigazolták ezeket az időpontokat. Én azt érzékeltem, azért is próbáltam ki túl az, hogy szerettem volna egy háziorvosnak is segíteni, és így kérni az önkéntes programban való részvételre másokat, hogy egyáltalán hogy zajlik ez a folyamat, fontos megérteni. Én úgy láttam, hogy az a felület, ahol ez a regisztráció zajlik, az is rendben van, jól működött, hamar kaptuk a visszaigazolásokat. Akiket pedig fölhívtam, azok kifejezetten örültek annak, hogy megvan a második oltás időpontja is. Volt egyébként visszajelzés azzal kapcsolatban, akár ezen az önkéntes munkán, hogyha mondhatom ezt, vagy akár úgy általában, hogy milyen oltást fogadnak szívesen az emberek? Van különbség, hogy látja? Én most, akikkel beszéltem, már nem érzékelem ezt. Amikor érzékeltem ilyet, az inkább a januári időszak volt talán, december, amikor még hát néha nem is annyira méltó közbeszédben zajló vita is zajlott arra, hogy most melyik vakcina jó, meg nem jó, meg ki mit akar elfogadni. Akkor is kevésbé éreztem ezt az emberek szintjén, sajnos a politika szintjén igen, inkább. Ez azért nyilván hatott az emberek egy részére, viszont én most már ezt igazán nem érzékeltem. Talán most az elmúlt napokban az Astrával kapcsolatos különböző Európában megjelenő tapasztalatok okán merültek föl kérdések. Ott mondták háziorvosok, hogy azt nem mindenki fogadja most feltétlenül el, de a többségét ott is. Tehát én úgy érzékelem, hogy mindenki most már azt az alapüzenetet elfogadta, és egyetért vele, hogy mindegyik engedélyezett vakcina, már pedig Magyarországon nyilván csak olyannal oltanak, ami a megfelelő hatóságok által engedélyezett, az sokkal, de sokkal biztonságosabb, és sokkal, de sokkal kisebb kockázat, mint maga ez a harmadik hullámos, nagyon agresszívvé vált vírus. Tehát én tényleg azt kérem mindenkitől, hogy akármilyen oltást ajánlanak fel, fogadja el, bízzunk a szakembereinkben, a házi orvosainkban, akik tudják, hogy kinek milyen vakcina ajánlható. Egyébként egy
hölgyel beszéltem, akit például az oltóponton döntöttek úgy az ottani orvosok, hogy az ő esetében nem az A, hanem a B vakcinát fogják adni, mert szakmailag azt tartják jobbnak. Tehát ilyenre is hallottam például a visszajelzést, egy fehérvári hölgy mondta ezt pár órával ezelőtt nekem. Tehát higgyünk és bízzunk a szakembereinkbe, a megoldást oltásnak hívják. Közel most már ugye 4 millió ember az, aki regisztrált, de az még kell 1-2 millió ahhoz, hogy elérjük majd azt a, hát nem túl szép nyáj immunitás szót jelző állapotot, amivel valóban minden szempontból visszatérhetünk a normális kerékvágásba, amit szerintem pedig mindenki hát egyre türelmetlenebből vár. Akkor még továbbra is tartja azt, hogy ön sem válogatna A, B, C, Z oltások között, hanem bármelyik vakcina megfelel? Igen, ezt rögtön az elején mondtam. Szerintem úgyis őszinte, én azt kérem az emberektől, hogy regisztráljanak és fogadják el az oltást, és adassák be maguknak a védőoltást, akkor ez a polgármesterre is igaz. Egyébként éppen a tegnapi nap jelentkezett a háziorvosom azzal, hogy valószínűleg szombat délután az Astrával fognak beoltani, hogy kérem vagy nem kérem, én azt mondtam, hogy természetesen kérem. Nyilván, ha ez majd megtörténik, akkor be is fogunk erről számolni. Én tényleg arra kérek mindenkit, hogy nem egy laikusnak, ebben az esetben a polgármester is laikus, kell eldönteni, hogy nekem melyik vakcina való vagy nem való, hanem ez a háziorvos, a mögötte lévő szakembereknek a dolga. Teszik a dolgukat, fantasztikus munkát végeznek, a hét napján teszik a dolgukat, az egész húsvétot végig dolgozták. Úgyhogy bízzunk és higgyünk nekik abba, hogyha jön az a telefon, és jön egy időpont, és jön egy lehetőség, akkor ezzel a lehetőséggel éljen mindenki. A saját maga védelme érdekében is, a saját rokonai, barátai környezete tekintetében, de akár az egészségügy tehermentesítése okán is fontos ez. Innen fogjuk folytatni, és nyilván a fehérváriaknak is lesznek olyan kérdéseik, amik a járványügyi helyzethez kapcsolódnak, de más témakörökben is kíváncsiskodtak tőlünk, úgyhogy jöjjön most a fehérváriak kérdéscsokra. A parkosítással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy körülbelül 2 éve a mi házunk előtt is ültettek fákat. Utána nem öntözték, kiszáradtak, és szeretném megkérdezni, hogy mikor kaphatnánk új fákat, és hogy gondoznák őket. Nagyon sokat számítana ebbe a városba, hogy sokkal több zöld felület legyen, mint térkövezés. Focipálya helyén, a Fórum Áruház mellett, a focipálya helyén, ott szó volt arról, hogy idővel lesz egy parkoló. A sok autó se szimpatikus nekem, de tulajdonképpen jó lenne, hogyha ott egy parkoló lenne. Én azt szeretném kérdezni a polgármester úrtól, hogy van-e tervben a nyárra előre láthatólag olyan program szervezése, ami a közösségi életet újra fel tudja lendíteni ezután az időszak után. Volt róla szó, hogy itt az Icsiligetnél lesz átalakítás, egy kis hangulatos kis szökőkút. Most nem ez a legfontosabb tulajdonképpen, de például most ez jutott eszembe, hogy akkor ez mikor valósul meg. Vírushelyzettel kapcsolatban pedig az, hogy tervezi a főpolgármester úr, hogy eltér valamilyen formába a központilag meghozott lazítástól. Lehet várható-e, hogy itt helyileg valami más is történik ezzel kapcsolatban. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Fekete-sas szállodával mi lesz? Ha nincs rá megoldás, vagy nincs rá tipjük, hogy mit szeretnének vele csinálni, én jártam sok helyen külföldön, és láttam ilyen parkoló házakat, ami úgy nézett ki kívülről, mint egy rendes lakóépület, de belül csupa garázs, vagy parkoló volt. A Fekete-sasból is lehetne egy olyan nagy parkolóházat csinálni például, ha van rá befektető természetesen. Meghagyni a szép homlokzatot, és belül meg, hát ugye akkor megvonna oldva a színháznak a parkoló része, hogy a vendégek ugye hol teszik le az autót, még színházban vannak, megvan a sok belvárosi embernek a parkoló gondja. Én nagyon szívesen vennék oda egy bérletet, akár hány forint, hát mondjuk nem százezrek, mert mit tudom én mi, de szívesen ott tartanám az autómat egy zárt, fedett helyen. Meddig kell még ezt
a maszkot viselnünk, van-e lehetőség arra, hogy ne kelljen maszkban járnunk. Engem nagyon zavar volt egy sztrókom, úgyhogy igazából 2 perc alatt elájulok egy olyan maszk alatt, amit önök viselnek. Mert azóta pánikrohamom van. Az lenne a kérdésem a polgármester úrhoz, hogyha meghívást kapna Székesfehérvár jelenleg egyetlen működő főzőiskolájába, akkor hajlandó lenne eljönni egy ilyen örömfőzésre. Mi a véleménye a nyitásokról, a fehérvári nyitásokról? Éttermek, teraszok, egyáltalán. Meg hát az nagyon érdekel, de a polgármester úr erre ahhoz, hogy nem fog tudni válaszolni, hogy a színházi élet mikor indulhat be. Mert mi bérletesek vagyunk, hangverseny is, színház is, és hát tudjuk, hogy kéne támogatni a művészetet, de nem tudjuk. Nos, hát két részre mindenképpen ponthatóak a kérdések. Ugye egyrészt, ami a járványügyi intézkedésekhez, annak a lecsengéséhez kapcsolódnak, és hát az aktuális lakóközösségeket érintő kérdések. Nem tudom, hogy melyik csokorral kezdjük. Kezdjük akkor talán folytatásként a járványhelyzettel. Az is ott is ketté bontható, mert van, aki kicsit, ha jól értettem, szigorítani szeretné, vagy még úgy gondolja, hogy nem kéne szigorítani, vagy enyhíteni. Van, aki pedig már azután érdeklődik, hogy milyen módon lehet enyhíteni. Ugye most állami döntésekről van szó, tehát most nem kaptak az önkormányzatok speciális hatásköröket, legalábbis eddig. Ez nem jelenti azt, hogy következő hetekben adott esetben a nyitási program egy részében nem lesz ilyen lehetősége a városoknak, településeknek most nincsen. Tehát nyilván most az állami szabályokat kell Fehérváron is betartani és betartatni. A maszkviselés vonatkozásában kérdés volt, jelenleg kötelező a közterületen maszkot viselni minden magyar településen, így Fehérváron is, viszont vannak jogszabályban meghatározott olyan egészségügyi okok, amik adnak bizonyos mentességet ez alól, úgyhogy a hölgy nyugodtan a házi orvosánál tud erről érdeklődni, de összességében a maszkviselés kötelező, és pont ma hallottam egy virológus szakembertől, aki egyértelműen azt mondta, hogy szerinte még 5-6 millió beoltottnál is ő javasolná, hogy egyelőre a maszkot még akkor is legyen kötelező, legalábbis bizonyos nagyobb közösségi terekben használni és viselni. A nyitás tekintetében nehéz ma megmondani, értem szóval az operatív törzs is figyeli a napi adatokat, a betegszám alakulását, a kórházban ápoltak, és hát sajnos az elhunytak számának alakulását, és mellette pedig a beoltottak számának növekedését. És ez a kettő dönti majd el, hogy ez a két halmaz, hogy mikor lehet további enyhítéseket tenni. Ugye tudjuk, hogy van olyan elképzelés április közepétől, ami már a óvodákra, bölcsődékre, iskolákra vonatkozik. Ott egyébként én azt mondom, hogy lehet, hogy lehetnénk még egy kicsit türelmesebbek ebben a tekintetben, de az állam fog dönteni. Azt látjuk, hogy a bölcsödénél, óvodánál, aminek a fenntartója az önkormányzat, az ügyeleti rendszer jelenleg bőven elegendő. Minden intézmény gyakorlatilag kinyit, tehát aki nem tudja más, hogy megoldani a gyermekfelügyeletet, meg tudja, viszont aki meg tudja oldani, az ezt előszeretettel választja, mint megoldás. Majd meglátjuk, hogy mit jelent az április közepén. És talán a teraszokra volt még külön kérdés. Én május 1-jét, de ez egy személyes vélemény, tehát a tévedés jogát fönntartom. Én május 1-jétől várom azt, hogyha tényleg így alakul az oltásszám, ami nagyon szép emelkedést mutat, akkor talán május 1-jétől, vagy azt követő időszakban már a teraszok megnyithatnak, bár ehhez mondjuk tavaszi idő is kell, mert amikor jöttem ide a stúdióba éppen hát elég nagy hóesésbe jöttem így április közepén, de hát talán nem marad ez mindig így. Én bízom benne, hogy májusra tényleg az igazán szép tavaszi idő mellett megérkezik már az a lehetőség is, hogy mondjuk egy jót kávézhassunk egy teraszon, vagy azt a fagyit süteményt úgy fogyaszthassuk el. Ez szerintem a gazdaságnak is fontos, és az emberek lelkének is nagyon fontos, de azzal teljesen egyetértek, hogy ezeket csak is kizárólag akkor szabad meglépni, hogyha a járványhelyzet ezt lehető teszi, mert most az ember élet a legfontosabb, annak a védelme, az egészség védelme, ameddig ehhez pedig szabályok kellenek, addig kérek mindenkit, hogy ezeket a szabályokat tartsa be. Színház volt még kérdés, nem tudom, azt viszont igen, hogy mindegy 160 millió forint értékben most felújításokat kezdünk el a színházba, ami a következő hetekben meg is fog történni. Ez közönségforgalmi helyeket is fog érinteni, nagy festésekkel, bizonyos felújítási munkákkal, technika tekintetében is cserélünk, felújítunk, úgyhogy május végéig ezekkel a munkákkal el leszünk foglalva
a színházban, és talán abban bízom, hogy majd a hölgyel is találkozok mondjuk a teljesen kifestett belső terekben, valamikor még akár nyári színház keretében is. Jó lenne, hogyha a közösségi tereket lehetne igénybe venni. És hát volt az úr, aki pedig már a nyári programokra kérdezett, mi most úgy készülünk, hogy pünkösdig nem nagyon lehet rendezvényt tartani, tehát sajnos a városi ballagás is elfog a hagyományos megrendezése formában vagy formához képest maradni. A tavaly online ballagás természetesen idén is meg fogjuk tartani. Nem lesz pünkösdi virágálom, de a virágosok szerencsére vállalkoztak arra, hogy mindegy 7-8 helyszínen fel fogják pünkös környékén díszíteni azokat a kis pontokat, amiket nagyon, nagyon szeretünk, tehát sétálni bízom benne, hogy akkor lehet már. És hát én hiszek abban, hogy július-augusztusban már lehetnek programok, oda úgy tervezzük és úgy szervezzük az életet, hogy legyenek koncertek, meglátjuk, hogy majd ezek mennyire lehetnek úgymond tömegrendezvények. Ugye az a program, amit hirdettünk az előadó művészeknek, az részben ezt szól, is ugye? Szolgálja. Vannak elképzelésünk, van mondjuk egy elmaradt István a királyunk Feke Pállal, ugye tavalyi esztendő augusztus 20-áról, az elméletileg idén augusztus 20-án megrendezésre kerülne. Hát szerintem az úr is, én is, mindenki másra abban bízunk, hogy ott tudunk majd találkozni, és mondjuk egy István királyra jól esően, mosolyogva szórakozni. De most még nem ennek van itt az ideje. Nagyon agresszív ez a vírus, nagyon veszélyes, mindenkire veszélyes, úgyhogy tartsuk még be ezeket a szabályokat, egy pici kitartás és türelem mindenkitől kérek még. Mit lát egyébként, hogy mennyire fegyelmezettek az emberek, mert én mondjuk kétféle kategóriát látok, az egyik, aki tényleg valóban minden szabályt betart, a másik pedig, aki nem annyira figyel oda, és nyugodtan azt gondolja, hogy locsolni is lehet hétvégén, vagy focizgatni. Hát, én is ezt látom. Az előbbiből látom azért, hogy szerintem sokkal több ember van, tehát az emberek döntő többsége szerintem megérti a szabályokat, és be is tartja azokat. És lehet, hogy a 10 millió ehhez is értő ország vagyunk, de lehet, hogy morogva, értelemszerűen és abszolút azt gondolom, hogy érthetően emberi szempontból türelmetlenül, de elfogadja és betartja ezeket a szabályokat. És van egy kisebb rész, aki már csak Dafke is meg akarja mutatni, hogy neki nem kell az a maszk. Az nagyon nagy baj, amikor van olyan közéleti szereplő, aki olyan fényképet posztol, ami lehet, hogy éppen nem szeget szabályt senki, de mégiscsak az üzenete az, hogy most már ide mindent és mindent lehet csinálni. Nem lehet. És akkor sem lehet, ha valakit már beoltottak, akkor sem lehet, ha éppen átesett a víruson, mert sajnos ez nem azt jelenti, hogy adott esetben nem fertőzhet. És őneki kutya kötelessége, hogy felelősséget viselni a saját családjáért, a saját környezetéért, barátaiért, vagy akár ismeretlen emberért is, akivel mondjuk találkozik egy boltban. Higgyünk a szakembereknek, és amit mondanak, nem biztos, hogy mindig értjük, az sem biztos, hogy mindig egyetértünk vele, de tartsuk be. Tudom, hogy nem mindig könnyű, főleg nem így 14-15 hónap után, de nincs már sok vissza, úgyhogy ha eddig kibírtuk, akkor ezt a pár hetet én az a kérésem, hogy tényleg fogadjuk még el. Aztán akkor nézzük a másik csokrát, úgymond a kérdéseknek, hiszen azért ez is mutatja azt, hogy már vírushelyzet van, de azért az embereknek a saját lakókörnyezetük, a közegük az ugyanolyan fontos vírushelyzetben is. Ugye volt egy hölgy a József Attila utcából, aki a parkosításról, térkövezésről érdeklődött, de a Manc focipálya helyén, hogy parkoló lenne, tehát hogy ilyen kérdések is felmerültek. Vegyük ezeket sorra most. A parkosítással kapcsolatban nagyon szépen köszönöm az észrevételt. Meg fogjuk nézni, az a kérésem a hölgytől, hogyha akár nekem, akár képviselő asszonynak, akár a városgondnokságnak jelzi a konkrét helyet, jól értem, akkor ez ott a József utca környékén van valahol, akkor ezt meg fogjuk nézni, akár konkrétan is az adott hely tekintetében. De talán az elmúlt napokban több helyen már láttak fehérváriak olyan faültetést, ahol a városgondnokság már egy zsákkal együtt, egyfajta öntöző zsákkal együtt ülteti a fát, így fogjuk most már a fákat ültetni, ahol erre lehetőség van. Ez alapvetően egy víztartály, ami időről időre feltöltésre kerül, részben a városgondnokság részéről, részben azt kérjük az adott környezetben élőktől, hogy akinek éppen van kedve egy vödör vizet, vigyen le annak a fának. De ez a zsák megőrzi a vizet, és egy folyamatos felszívódást enged a fának, ami azt jelenti, hogy pont ezt a kritikus időszakot a fa túl fogja élni, utána pedig már a természet a maga csodájával meg is tudja tartani ezt a fát.
Pont azért ültetjük így most már az új facsemetéket, amik ráadásul törekszünk, hogy minél idősebbek legyenek, hogy az a jelenség, amiről a hölgy beszélt, az ne következzen be. Például a Csutora temetőnél ültettünk most így fákat, de a város más pontján is lehet találni. A Sóston 20 fa elültetése történt meg részben az MLS-szel, részben a Városgondnoksággal közösen, és mindenhol már ezzel a vizes zsákkal történik a faültetés. Ezt most kezdtük el, szakembereknek szerintem nagyon-nagyon jó javaslata volt. Van költsége, de sokkal kisebb, mint az a társadalmi, környezeti hatás, ami azt itt eredményezi, hogy ez a fa megmarad, és gyakorlatilag segít abban, hogy még élhetőbb legyen Székesfehérvár. Ami a Fórum ABC környékén a parkolást illeti, vannak ilyen elképzelések, de a pandémia miatt nem tudunk összehívni képviselőasszonnyal egy lakossági fórumot, annélkül pedig nem szeretnénk eldönteni, mert általában az a megfigyelésünk, hogy adott társasházakban van olyan, aki egy ilyen átalakítást szeretne, van, aki ilyet nem szeretne, úgyhogy azt szeretnénk, hogy az adott érintett társasházak hozzanak egy többségi döntést, és mi ezen többségi döntés alapján fogunk eljárni. Ha az az igény, hogy adott esetben valahol parkolót építsünk, megtesszük, de zöld területet nem érheti baj, tehát zöld terület rovására nem. Itt ugye egy adott esetben egy régi, nem igazán használt focipályáról van már csak szó. Döntsék el az ott élők, és ezt fogjuk egyébként mi úgymond végrehajtani. Számos munka kezdődött el e tekintetben tavasszal, hogy a Városgondnokság a Sára programon keresztül útjárda parkoló építést és felújítást végez. Egy-két helyen ez már látszik, következő hetekben nagyon látványos is lesz, és hát néhány útfelújítás, mondjuk akár például az út Öreghegyi programban is éppen mostanában került átadásra, de hát a Mártirokon folyik az útépítés előkészítése, folyik a Móri út első felújításának első üteme vonatkozásában, úgyhogy talán ez az év sem fog ebben a vonatkozásban sem eredménytelenül eltelni. Aztán, ami még kérdés volt, ugye az Icsiliget felújítás, a Szökőkút, illetve mi történik majd a Fekete-Sas épületével? Az Icsiligetnél elkészült egy nagyon-nagyon-nagyon szép terv, gyönyörű szökőkúttal, jól emlékszik a kérdező. Nagyon el tudnánk azt képzelni, hogy valaki mondjuk a fő utca irányába jön, és akkor egy szépen kivilágított, természetesen környezetvédelmi szempontból egy abszolút fenntartható modellre épülő szökőkút fogad mindenkit. De a terv az minden megvalósítása körülbelül 300 millió forintba kerülne. Jött a pandémia, úgyhogy talán ezt most mindenki megérti, hogy most a eleve csökkenő bevételeiből a városnak nem tudunk erre fordítani, de nincs elfelejtve, a tervek rendelkezésre állnak, ahogy mondani szokták, bármikor az asztalfiókból előúszható, tehát ha látunk forrást rá, akkor szeretnénk megvalósítani. Egyébként olyan lenne a szökőkút, hogy annak lezárását követően fölé lehetne építeni a nagyvárosi színpadot, tehát továbbra is a nagy koncerteket ott tudnánk tartani, de amikor nincs ott a színpad, akkor pedig egy gyönyörű szökőkút fogadna mindenkit, aki a belvárosba érkezik, akár gyalog, akár ott keresztbe éppen autóval, autóbusszal közlekedik, úgyhogy biztos, hogy sokan szeretnék. Fekete-Sas, ugye a Modern Városok programnak a része, 3,8 milliárd forintot kaptunk a felújítására. Ugye az első elképzelés egy múzeumi felújítás volt, de utána a honvédség kérte egy gondolkozási időt, hogy az ide telepedő országos, gyakorlatilag honvédségi főparancsnokságnak ez legyen a reprezentációs központi épülete. Egy másfél-két év után azt a döntést hozták, hogy mégsem, mert a laktanyában fogják ezt kialakítani, úgyhogy most úgymond visszakerült a döntés lehetősége a városházához. És hát többféle elképzelés fölmerült oktatási, kulturális tekintetben, dolgozunk ezen, illetve azon dolgozunk, hogy vannak olyan előre haladottabb projektek, például a középiskolai kampuszban, bizonyos iskola felújításoknál, ahol ezt a 3,8 milliárd forintot gyorsabban tudnánk felhasználni, úgyhogy kértünk egy átcsoportosítási lehetőséget, hogy a középiskolai kampusz programra a rendelkezésre álló mindegy 16 milliárd forintot meg tudjuk emelni, és kb. 20 milliárd forint álljon rendelkezésre fehérvári iskolák önkormányzat részéről történő felújítására. Az egyes szóbeli egyeztetések alapján erre komoly reményünk van, bízom benne, hogy néhány héten belül döntés születik, és ezután pedig akár egy társadalmi vikat a keretében is döntsük a Fekete-Sasról. Én azért a parkolóházat igazán nem a Fekete-Sas gyönyörű homlokzata mögé tudnám elképzelni, de
abban az úrnak teljesen igaza van, hogy a belvárosban szükség van még parkolókra. A színház mögötti új parkolóterület ezt nagyon szépen mutatja, de létre fog jönni egy nagyjából 2000 új parkolóhely, a Murvás parkolóhelyén, a Pláza 2 épület együttesben, valamint a Palotai úton egy önkormányzati beruházásként Európai Uniós forrásból egy parkolóház épül majd. Annak érdekében, hogy azok a belvárosi parkolási problémák megszűnjenek, ha egy rendezvényt tartunk, mondjuk a királyi napokat augusztusban, akkor legyen, hol minőségi helyen biztonságosan letenni az autót, hogy utána mindenki csak jól érezhesse magát a belvárosunkban. Én azt hiszem, hogy nagyjából talán ezek voltak a különböző lakóközösségeket mozgató a kérdéskörök. Visszacsatlakoznék még egy kicsit a gazdasághoz és a járványidőszakhoz. Ugye azért arról is lehetett olvasni, hogy akár a szociális szférában dolgozóknak a megbecsülését is segítette a város, hiszen plusz támogatást kaptak, de akár a mentők számára is támogatást biztosítottak. Milyen ilyen jellegű lépésekre számíthatnak még? Ugye a kórháznak adtunk egy jelentős támogatást a házi orvosi körzeteknek, erről a 2021-es költségvetés részben már rendelkezett, a szabad felhasználásúvá tételéről dönthettem most a rendkívüli jogrendben, ez egy 50 milliós és mindegy 15 millió forintos támogatás, ezt kiegészítettük most a mentősöknek nyújtott 6 millió forintos támogatással, a szociális otthonainkban dolgozó szakembereink, a bentlakásos intézményekben dolgozók egy egyszerű 50 ezer forintos támogatást kaptak, vagy jutalmat kaptak. A második oltást követően, amit most a márciusi havi bérükkel együtt kaptak meg április elején, és ezen az úton szeretnénk tovább menni, és ahogy az adott társadalmi szakmacsoportok elérik szimbolikusan ezt a második oltásos kört, akkor szeretnénk kifejezetten megköszönni azoknak, akik egy-egy területen rengetegen dolgoztak azért, hogy ezt az egyáltalán nem könnyű időszakot, ezt a város úgy tudja túlélni, hogy a mindennapok működését garantálni, biztosítani tudjuk, hogy azt az emberi életet, egészséget tudjuk védeni, és a város működőképes maradjon. Úgyhogy a Fehérvíznél döntöttünk már egy ilyen típusú döntésről még, talán ezen a helyen nem titok, ha elmondom, hogy a kommunikációs területen dolgozók, akik a tájékoztatásban vettek részt, talán ők is számíthatnak egy ilyen jellegű plusz támogatásra. A szociális szektorban azok, akik nem bentlakásos intézményben dolgoznak, mondjuk a családsegítőnél, ők most egy új helyre költöznek, gondolkodtunk, hogy ezzel párhuzamosan az ő munkájukat is elismerjük. A rendőröknek szeretnénk adni, az lesz a következő, valamint már a tűzoltókkal is, katasztrófavédelem szakembereivel is felvettük a kapcsolatot. Ott is volt egyébként olyan tapasztalat például a kórházban annak a bizonyos sajnálatos tűzesetnek, ami a tűzoltóknál egy eszközbeszerzést tett szükségessé, valószínűleg ott abban fogunk tudni segíteni. Tehát vannak társadalmi csoportok, gazdasági csoportok, akiknek szeretnénk támogatást nyújtani. Nagyon jól működött a vendéglátósoknak, szállodásoknak nyújtott támogatás. Most ugye a kulturális közösségi tereknek adunk, az van még folyamatban. Hát meglátjuk, hogy a következő hetekben még mire van lehetőség. Amit viszont hangsúlyoznék, egy másik, hát közbeszédben sokszor felmerülő vitára kicsit fókuszálva, hogy ezt mind-mind iparüzési adóbevételből adjuk. Tehát nincs pénzverde a Városháza pincéjében, mindig hozzáteszem, hogy jó lenne a városnak a saját pénzneve lenne, de igen, nyilván nincs erről lehetőség. Erről írtunk pedig április elsején. Nincs lehetőség. Tehát a bevételeinkből tudjuk adni ezeket a támogatásokat. Ha nincs iparüzési adó, akkor ezeket a jutalmakat, egyébként egy csomó fejlesztésnél ugyanezt el tudnánk mondani, nem tudnánk biztosítani. Nem tudtunk volna most a kórháznak 50 millió forintot adni akkor, ha nincs olyan bevételünk, amiből ezt egy takarékos gazdálkodás mellett még egy ilyen nehéz esztendőben is tudjuk biztosítani. Márpedig nem hiszem, hogy lenne akár egyetlen egy gazdasági szereplő, aki sajnálná az iparüzési adó befizetését, amiről tudja, hogy majd a kórház lesz finanszírozva, vagy akár az ő szüleit is gondozó szociális otthon szakemberei kapnak egy egyszeri jutalmat. Tehát én tényleg mindenkit kérek, hogy elak ezekkel az iparüzési adótól, ameddig nincs más az önkormányzati finanszírozási struktúrában, ami önállóságot ad a településeknek, addig erre az adóra szükség van. Voltak ezzel kapcsolatban már egyeztetések, ugye, hogyha jól tudom.
a kompenzációról. Igen, megtörténtek márciusban, két részről. Gulyás miniszter úrral találkoztunk először, mind a 23 megyejugó város, pont a korábbi viták okán mondom, hogy pártállástól függetlenül találkozott miniszter úrral, majd pedig ott, az ott közösen elfogadott további eljárásrend szerint minden város egyénileg egyeztethetett, ez Fehérvár esetében is megtörtént március közepén, úgy tudom, hogy minden várossal ez egyébként lezárult, és ez megy kormány elé ez az anyag, amit mi kértünk kompenzációra. Mi azt mondtuk, hogy nekünk bizonyos szempontból mindegy, hogy működésre kapjuk, vagy fejlesztésre, mind a kettővel tudunk élni. Mi azt kérjük kompenzálni ezt a körülbelül 1,5-2 milliárd forintot, amit az iparüzési adó, KKV adókedvezmény 2021 vonatkozásában ott hagy a fehérvári vállalkozásoknál, ergo nem folyik be a város költségvetésébe. Ha ezt fejlesztésben kapjuk meg, ha ezt működésre kapjuk meg, vagy valamilyen arányban, nekünk mindegyik jelentős segítség. Kaptunk segítséget más városokkal együtt, egyébként ellenzéki vezetési városokkal együtt is 2020-ban is a kormánytól. Én bízom benne, hogy kapni fogunk 2021-ben is, és aztán pedig abban, amit azért érzékelünk különösen az iparnál, hogy szerencsére az ipar az szépen újra növekedési pályán van. Ha ez így lesz, akkor egyszerűen ronda szóval kinövekedjük ezt a mostani bevétel kieséses időszakot, hogy tavalyi az idei év még nehéz, de talán a 22-23-as év az újra a növekedésről, ezáltal újra a bevétel növekedésről, a működés és a fejlesztésnek a fontosságáról tudunk beszélni. Hogyha már a vitatott témákat említi, akkor az is általában felszokott merülni, hogy mennyire kell egy városnak szolidárisnak kell lennie, Székesfehérvárnak mekkora terheket kell ebből viselnie. Szerintem a szolidaritás az élet minden területén fontos, és szerintem követendő. A szolidaritás hozzájárulás ebből a tekintetből hát szerintem helyes, hogy a tehetősebb vagy nagyobb bevétellel rendelkező önkormányzatok bevételeinek egy részét a kisebb települések vagy kisebb bevétellel gazdálkodó önkormányzatok kapják. Itt a mérték szerintem az, ami vitatható. Ez most azért elég jelentős lett, aminek nagyon egyszerű az oka. Alapvetően most számoljuk el a 2018-19-es rekordbevétel a gazdaság növekedéséből fakadó önkormányzatok számára biztosított extra bevételt. Egyébként ez minden magyar települést pozitív értelemben érintett. És ezért az a több mint 5,5 milliárd forint idén, ez most bizony nagyon-nagyon sok. De a képlet okán azt fogja ez jelenteni, hogy 2022-23-24-ben viszont elszámoljuk a 2020-21-es bevétel csökkenést, részben egyébként a KKV-ból adókedvezményből származó bevétel csökkenést, tehát ott valószínűleg ez a hozzájárulás csökkenni fog. Lehet beszélni az önkormányzati finanszírozási struktúráról, talán elhiszik a nézők, hogy itt pár napot tudnék erről most beszélni, de nem lehet egy-egy elemét kiemelni. Tehát az nagyon fontos lenne, hogy ha hozzányúlunk, akkor nem egy eleméhez lehet így vagy úgy hozzányúlni, mert az óriási kockázat, ez egy óriási arrendszer, amit önkormányzati szektornak hívunk, rengeteg intézménnyel alkalmazottak. Komplexen kéne? Nem komplexen. Lehet erről beszélni, el tudom képzelni, hogy mondjuk az iparüzési adó valamennyit csökken, akkor ha mondjuk az a személyi jövedelemadóból újra kapnak a települések. Vagy csökken, de mondjuk az áfa bevételből azok a városok, ahol nagyon magas áfa bevétel kap maga az állami költségvetés, azok egyébként ugyanúgy kapnak. Egy biztos, hogy azok a települések, amelyeknél magas az iparüzési adó, az csak azért magas, mert mögötte nagyon magas a gazdasági teljesítmény. Azaz, az állami költségvetés is extra bevételekhez jut ezekből a városokból, mint Fehérvár, vagy mindéppen Győr. Tehát mi azt kérjük, hogy ne egy-egy elemét nézzük, akkor nézzük meg ne csak az önkormányzati helyi adókat, hanem az állami adókat is, és ezt komplexitásában gondoljuk át. De emellett én magát az iparüzési adó mint intézményt azt egyáltalán nem tartom rossznak, lehet rajta javítani, de láthatólag úgy ért el a magyar és azon belül a fehérvári gazdaság extra növekedést az elmúlt egy évtizedben, hogy létezett az iparüzési adó. Mi következik ebből? Semmi fajta befolyása nincsen a beruházások ösztönzésére, a növekedés elérésére ennek az adófajtának. Sőt, én azt gondolom, hogy az a vállalkozás fog tudni fejlődni az adott helyen, aminek a környezete is, magyarul az őt befogadó város is fejlődni tud. És szerintem a fehérvári gazdasági szereplők jelentős része az látja a városon a fejlődést, látja azt, hogy az ő általa befizetett helyi adót, azt jó célokra
költi el a település. Biztos lehet vitatkozni, biztos arányokon, nem ide kéne, oda kéne többet, stb. Stb. De összességében szerintem látszik ez a gazdasági fejlettség ezen a városon. Ha föl akarunk zárkozni mondjuk az osztrák városokhoz, akkor ahhoz bevételekre is szükség van. És nem csak az Európai Unióra várni, nem csak a mindenkori kormányra várni, hanem bizony saját erőből is fejleszteni és működtetni ezt a várost. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy itt volt velünk, és hát egy hónap múlva akkor biztosan találkozunk itt ebben a műsorban. Köszönöm szépen a lehetőséget, és egy dolgot hagyj kérjek, holnapi nap nyilvánosságra fogjuk hozni az új közösségi közlekedéshez kapcsolódó új hálózati terveket egy olyan szimulátorral, ahol ki a saját útvonalait meg tudja nézni. Szeretnénk jobb hálózatot csinálni, és jobb menetrendet, mint a mostani, de ez csak akkor lehetséges, ha megkapjuk a visszajelzéseket. Egy hónap áll majd minden kinek rendelkezésére. Kérem, hogy éljenek ezzel az emberek. Ha bevezetjük, akkor nyáron tesszük meg, lesz egy ingyenes vagy kedvezményes időszak is, de akkor tudunk jó hálózatot bevezetni, hogyha most ennek az alakításában mindenki részt vesz. A demokrácia részvételről szól, itt van lehetőség, holnap a különböző városi felületeken elérhető lesz ez az alkalmazás. Köszönöm szépen az információt. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban.